hallottam programról, azonnal fontosnak éreztem, hogy részt vegyek benne, hogy ezzel segíteni tudok másoknak, mozgássérült gyerekeknek. Fontos az összefogás. És elhatároztam, hogy akkor ez összekötöm az egészséges életmóddal. Azóta közel 700 kilométert tekertem, úgyhogy előtte nem, igazán nem bicikliztem semmit sem. Nagyon jó érzés volt először, amikor ide tekertem a munkába. 18 kilométer Derecskétől is rengeteg boldogsághormon szabadult fel bennem. Nagyon jó érzés volt, és jó segíteni másoknak. Kimélem a környezetet ezeken a napokon, nem használom a gépkocsit, és még költséget is spórolok. Nekem a bringázási szokásomon nagyon nem változtatott ez a program, tehát se többet, se kevesebbet nem bicikliztem, mint amennyit amúgy is bringáztam volna, de azért örülök neki, hogy hozzájárulhattam a kilométerek gyűjtéséhez. Hetente, ha teheten, olyan 4-szer járok edzésre, és olyankor 60-70 kilométereket tekerünk. Egyébként munkában mindig biciklivel járok, télen, nyáron, ha esik, ha fúj. De nekem ez nagyon sokat jelent, nagyon tetszik ez a program. Életkoromnál fogva és már többet biciklizem ennél. Úgyhogy ez a munkába járás, ez csak ráadás volt a dologra, de nagyon tetszik. Biztos, hogy mindenkiben benne van a segítő szándék is, de gondolom, hogy mindenki a saját egészségére is gondol ezzel a dologra. 1300-valahány kilométernél tartok. Én minden második nap kibiciklizem a városig a hídig, tehát az otthonról a lakástól addig 35 kilométerre vissza. Úgyhogy ezért gyűlik is a kilométer. Mi nem válogatunk gyerek és gyerek, betegség és betegség között, kórház és kórház között sem. De a célunk elsőrenden olyan intézmény, olyan osztályok, olyan kórházak támogatása, ahol minél több gyerek részesülhet az általunk előteremtett eszköz felhasználásában, kaphatja meg azt a terápiát, amire a gyógyulásra szüksége van. A jövőre 20 éves aranyák alapítvány közel 1,5 milliárd forintot osztott szét ezen időszak alatt, csupa olyan felajánlásból, mint amilyen a Digázé. Inkubátortól kezdve a kicsi csecsemő légzését ellenőrző gépen keresztül a legkülönfélébb, nagyon komoly röntgengépekig és egyéb terápiás eszközökig segítettük a különféle kórházakat és kórházi osztályokat abban, hogy ezeket megvásárolhassák, és természetesen, hogyha olyan felajánlás érkezett, hogy itt van 300 pár cipő, vagy hipó, vagy bármi egyéb, hiszen különféle cégek különféle módon tudnak segíteni, akkor azt osztottuk szét. Ennek következtében azt lehet mondani 20 év után, hogy az elsőrendű cél a gyermekkórházak, gyermekosztályok műszerezettségének javítása folyamatosan történik, és ma már tényleg nincs olyan kórház és olyan gyerekosztály Magyarországon, amelyet mi ne támogatunk.